Sziasztok! A mai nap szeretném kipróbálni a Minecraft Trial Chamber Legends pályáját, amit Bedrock verzióban tudtok ti is végigjátszani, és teljesen ingyenesen le tudjátok tölteni a Minecraft Marketplace-ből. Ez a pálya az 1.21-es frissítés fogja nekünk bemutatni játékosan, ugyanúgy, mint hogy az 1.20-hoz is készült annak idején egy ilyen ingyenes kalandpálya, most az 1.21-es verzióhoz is kiadtak egyet a játék fejlesztői, úgyhogy ezt fogjuk a mai videóban végigjátszani. Na de nem is húznám tovább az időt, kattintsunk rá itt a Start gombra, és nézzük meg, hogy most vajon milyen kaland vár ránk. Trial Chamber Legends. Wow, már látunk is egy kis átvezetőt. Egyébként ezek a pályák mindig nagyon-nagyon látványosak. Van egy falusi, aki, ha jól látom, egy régész lehet, illetve van mellette egy elej, aki szintén van egy ilyen kis cuki régész sapi. Azt mondja, hogy itt most már biztonságban kell, hogy legyünk a homokvihar elől. Hát remélhetőleg olyan nagy probléma nem fog történni, de azért ezekben a kihívás kamrákban lehetnek kellemetlen meglepetések. Ó, ez meg micsoda? Wow. Na mondjuk olyan ketrec, az biztos nincsen az 1.21-ben, pedig amúgy menő lenne, ha be lehetne mondjuk egy ketrecbe zárni bobokat, vagy akár megtrollkodni a másikat és egy másik játékost bezárni, bár az lehet egy kicsit gonosz lenne. Ú, és itt van az új szellő mob. Szegénykém! Vissza fogok jönni, megmentelek téged! Á, és olyan bátor volt ez a falusi, hogy most nekem kell megmentenem azt a kis elét. Hát jó, rendben, akkor beszélgessünk szerintem vele. Hé, te, tudnál nekem segíteni? A barátom sajnos csapdába esett bent a romokban. Kérlek, menj be ebbe a kamrába, a sötét bejáraton keresztül. Á, köszi! Legalább a homokvihar elmúlt már. Valami kis felszerelést kapok, mert azért ezek a kihívás kamrák kemények. És ha már kihívás kamrák, kíváncsi vagyok arra, hogyha játszottatok az 1.21-jel, ti kivittetek-e már túlélő módban egy ilyen kihívás kamrát, vagy akár hardcore módban, és hogy szerintetek ezek mennyire lettek nehezek. Szegénykém! Aha, ott van az a szellő, és hát úgy látszik, hogy nem akarja elengedni a kis eléjünket. Azt mondja, hogy vegyek magamhoz egy kis fegyvert, armort a ládából. Jó, hol vannak itt ládák? Remélhetőleg meg fogom találni, mert anélkül azért tényleg bajban leszek. Á, itt is vannak bőrcsizma, ez egyébként jól jöhet, hogyha valahol lesz porhó. Én a lánc cuccokban annyira nem bízok, maradjunk szerintem az egyszerű vasnál, van itt egy sújtásos kőkard. Ízelt lábok veszedelme 1, na az, na majd az. A leghaszontalanabb enchant ever, ami ebben a játékban létezett, szerintem az ízelt lábúak veszedelme. Több fényt szeretnék. Á, ezt azért ki akartam próbálni. Szerencsére itt a kalandpályán is működik. És ahogy mondtam, ez teljesen ingyenes, szóval ha szeretitek ti is játszani, akkor go for it, le tudjátok tölteni Xboxra, PS-re, Nintendo Switchre, számítógépre, telefonra, mindenhol, ahol ugye Bedrock verzió elérhető. Utálom ezeket a kis nyomikat! Nem lesz jó, nem lesz jó, várj, a sújtásos kard az jó lesz ellenük. Élőholtakra nagyobbat sebző enchant. Oh, ez a sült krumpli! Na, hol vagy? Oh! Ez ennyi volt? Ó, oh, új recept feloldva. Jó, fel kell vennem a breeze rodot, és wind charge-ot kell belőle készítenünk. Ó, és itt mutatja is nekünk a crafting receptet. De király! Kaptunk 4 darab széltöltetet. Na hát ez a széltöltet, ez... Jó, a babután is kap az ember széltöltetet. Lehet, azt egyszerűbb lett volna. Akkor ezzelőtt ki tudom menekíteni. Wow! Ez aranyos volt. Na, most már minden jobb. Hova fog vajon minket elvinni? Milyen szépen világít. Baromi jól néz ki. Kicsit sajnálom egyébként, hogy ezeket a pályákat nem ilyen RTX-esekre csinálják meg. Viszont tudok vajon itt építkezni, vagy full kaland módba vagyok? Csak mert jó lenne azért onnan azt a kis sült krumplit összegyűjteni, de... Nem tudom, hogy honnan tudnék oda ráugrani. Ó, várjál, várjál, várjál! A széltöltettel így fel tudom magamat polcolni, úgyhogy ezzel könnyen meg tudtam szerezni magamnak a kis sült krumplikat, és akkor most már követhetjük a kis elét. Á, és akkor erre gondolt, hogy ennek a segítségével vissza tudok menni a faluba. Jobb felszerelések lehetne ártanának, hogyha még néhány trial chamber-ön keresztül kell mennünk. Bár ez csak egy szoba volt, ahol ugye voltak mobok, azért ennél sokkal keményebbek a játékban a Trial Chamber-ök. Hát ha jól láttam, akkor igen, most itt valamit feloldottunk. Gyere, kövess engem!
És a falusi barátod, vagy nem is a barátod, miután ott hagyott? Mondjuk azt is meg tudom érteni, hogy ezek után nem akarsz vele foglalkozni. Jó, rendben, jövök utánad, mutasd az utat. Ez a falu, illetve ez a környezet nagyon-nagyon hasonlít ahhoz a pályához, ami az 1.20-as volt. Üdvözöllek téged Breezy Peaks-ben. Itt van az Armadillo Farm. Amber armadillókat tenyészt itt. Aztán van itt egy építész is. Folyamatosan azon dolgozik, hogy egyre szebb legyen Breezy Peaks. Itt van egy jó kis cukrászunk, és van itt egy quest board, ahol küldetéseket tudok felvenni. Itt fogom látni, hogyha valakinek segítségre van szüksége. Na jó, azt mondja, hogy itt van a térkép, egy információs könyv, ami majd segít nekem. És akkor ez mutatja, hogy éppen hol vagyok, illetve hogy melyik küldetés hol lesz. És akkor itt le is írja nekem, hogy milyen újdonságok jöttek be a játékba. Itt van az armadilló, imádja a pók szemet. Vannak az új farkasok, a Trial Chamber-ök. Jó, hát igazából ezekről én készítgettem videót, úgyhogy szerintem olyan túl sok újdonságot nem fogunk róla megtudni. Igen, vannak ezek az Omnius Trial-ök. Ezekről már nem készítettem videót, de igazából csak annyi, hogy ezek nehezebbek, és értékesebb bennük a loot. Jó, oké, és akkor viszont nézzük meg, hogy milyen küldetést vegyünk föl. Hát engem első körben az armadilós érdekel, azt mondja, hogy tanulj meg mindent az armadilókról, azáltal, hogy segítünk a farmernek. Jó, remek! Akkor nézzük meg, hogy hol is van az armadilós küldi. Elméletileg az egyből itt kell, hogy majd legyen, de láttam itt egy kis táblát is, ami majd segít nekünk a tájékozódásban, és erre fele mutatja nekünk az armadiló farmot, tatu farmot. Mindig armadilónak mondom, mert nyilván angolul armadilónak hívják ezt a kis állatkát. Ugye ez egy létező állat, de magyarul tatu. Így a kislány! Tudnál nekem segíteni? A zombik megtámadták a farmot, és az armadilók állnak vesztésre. Az gatya! Na jó, segítünk akkor. Kérlek, győzd le a zombikat, és hozz haza az armadilóimat. Tényleg szükségem van a segítségedre? Segítek neked, de furcsa a falusi lány. Kövess engem ide a csűrbe, és egy farkas is tudsz magadnak szerezni extra segítségért. És akkor itt leírja, hogy melyik farkas variáns hol található meg. Viszont csak egy wolf armorra való alapanyag van nála, úgyhogy válasszam ki, hogy melyik farkas szeretném. Hát nekem ez a pöttyös farkas tetszik amúgy a legjobban, nyilván olyan nagy különbsége nincsen köztük, csak kinézetileg. De szerintem én a pöttyöset fogom választani, az a legkülönlegesebb, őt ugye a szavannákon lehet megtalálni. Jó, ki is választottad? Jó választás, köszönöm szépen! Hogyha rajtam múlna, egész nap itt lennék. Egyszerűen nem tudok választani kedvencet. Viszont készítsük el azt a farkas armort, és egy ilyen lóformát kell belőle kirakni. Nekem ez egy lóforma, ott a feje, ott a teste. Szerintem ez egy ló. Fantasztikus, így most már perceken belül le tudod győzni azokat a zombikat. Itt az idő, hogy megmutassuk ezt a csodálatos farkas páncélzatot, és megmentsük az armadilókat. Vigyél magaddal egy kis pókszemet is. Szükséged lesz rá később. Kérlek, vigyázz nagyon az armadilókra. Ne menj túlzottan a közelükbe, mert megijesztheted őket. Amúgy van még itt tatu páncél. Már nem bántásból. Akkor keressük meg azokat a tatukat. Ott a zombikat kell ugye legyőzni, és gondolom majd ide kell szépen visszaterelgetni. Király, viszont akkor én szerintem a sújtásos kardot fogom használni. Hiába kőből van, ugye az enchant miatt nagyobbat fogok így is szerintem sebezni a zombikra. Ott már látok is egy kis tatut. Jaj, megijedt szegénykém. Na várjál, kicsit akkor távolabb megyek. Au! De lehet, hogy először a zombikat le kellene győznöm. Hogy belement amúgy a komposztálóba. Ezzel már oda tudom vajon csalogatni a tatut? Szerintem igen. Hú, azért ez régen nagyon-nagyon rosszul működött a Minecraftban. Nem tudom, hogy az alapjátékban hogy működik most, mert az az igazság, hogy nagyon-nagyon régen csináltam már ilyet, hogy egy itemmel megpróbálok oda csalogatni mobokat. Ezt tudom, hogy régen extrém rosszul működött. Tehát így mondjuk egy-két bárányt akartál befogni, biztos, hogy 20-szor kellett elővenni a búzadarabot, hogy ugye kövesse is rendesen a bárány, mert egy idő után így elfelejtik, meg így nem érdekli őket. Remélem ezt majd be fogja nekünk számolni a játék. Azt nézem, hogy minden egyes út végén van egy armadiló, szóval elég könnyű őket megtalálgatni. Azt mondja, hogy most kell szépen visszacsalogatnunk az armadilókat. És ugye ezért adta nekünk a pókszemet, hát már ki is találtam 1/4, úgyhogy szerencsére beszámolta, viszont lehet, hogy egyszerre akkor már többet is megpróbálhatnánk összeszedni, hogy ne kelljen azért annyit rohangálni össze-vissza. Ezek a diló armadilók. Na gyertek! Szimat-szimat, itt a pókszem. Szia, te valami bányásztatú vagy, hm? Mit akarsz ott a bányába csinálni, egy kis szenet szedni? És akkor az első küldetést sikerül is megcsinálnunk.
pillanatokon belül. Most komolyan megakadt abba a falusiba? Gyere! Na, helyén is van. Szuper, most már mindannyian biztonságban vannak. Köszönöm szépen. Csinálok neked kis armadilókat, jó? Aha, azt mondja, hogy eléggé sokan meghaltak ugye ebben a zombi támadásban, úgyhogy jó lenne, hogyha még több kis armadiló lenne. Etesd meg őket pókszemmel, amiket adtam neked, és készítsünk néhány baby armadilót. Fantasztikus! Most már kezdő sokkal élettel telibb lenni ez az egész, viszont látom, hogy a farkasodnak a páncélzata egy kicsit megsebesült, úgyhogy kezd el keffélgetni a kis statukat. Fantasztikus vagy, sikerült összegyűjtened az összeset, akkor ezzel pedig szépen meg tudom javítani a farkas armort. De jó! És meg is vagy! A farkasod most már teljesen meg lett javítva. Felturbóztam a farkast! Hogyha leszeretnéd szedni róla, akkor pedig ollóval le tudod róla szedni. Köszönöm szépen a segítséget, remélem mindent megtanultál az armadilókról és a farkas armorról. Kaptam egy Statue of Friendship-et, ami egy szobor a barátságról. És kutya alakja van, úgyhogy engem megvett kilóra, nekem ez már nagyon tetszik. Imádjuk a kutyusokat, úgyhogy örülök, hogy az első küldinél egy ilyen király ajándékot kaphattam. Kicsit egyébként pókhálós itt a hely, lehet érdemes lenne néha megtakarítani a csűrt. Értem én, hogy itt állatok élnek, meg ilyesmi, de azért na. Na nézzük akkor a következő küldetést. Áj, szerintem ide kell lerakni ezt a szobrot, nem? Aha! De jó, és akkor ott van a kutyus. Hát ez baromi jól néz ki. Aha, és akkor szépen itt ki is pipálta nekünk a questet. Akkor jöjjön most szerintem a tortás. Szóval segítsünk a helyi péknek, hogy megtanuljunk mindent a crafterrel. Hát ki nem találtam volna egyébként, hogy ez a crafterrel lesz kapcsolatos. Hát valahol itt kell, hogy legyen a pék. Éjszaka van, nem tudom, hogy ilyenkor mennyire dolgoznak a pékek. Azt tudom, hogy nagyon korán szoktak kelni. De hogy vajon ilyenkor is ébren vannak-e? Vagy dolgoznak-e? Hát remélhetőleg igen. Halihó! Beszélgessünk akkor a pékkel a pékségben. Érdekesen néznek ki amúgy ezek a falusiak. Egyszer olyanok, mint hogy falusiak lennének, egyszer meg olyanok, mint hogy valami tök más játékból kerültek volna be a Minecraftba. Lehet, hogy csak az zavar meg, hogy nem így tartja a kezét a falusi, nem? Ó, készítik is a finom kenyeret, meg a tortákat. Nagyon jók amúgy ezek az animációk, nagyon tetszenek. Aha, azt mondja, hogy kérlek segíts nekem megjavítani a kenyérkészítő gépemet. Szükségem van egy új crafterrel, tudnál nekem egyet készíteni? Hogy mosolyog? Persze, hát egy ilyen mosolygós péknek bármikor. Már összeszedtem neked az alapanyagokat. Király, akkor készítsük el a craftert. Hű, egy idő után amúgy tele leszek itt mindenféle szeméttel. Mármint nem szeméttel, de értitek. Nagyon-nagyon remélem, hogy jól emlékszem a receptre. Így is van. El is készítettük. Fantasztikus, elkészítetted. Most pedig rakjuk le ezt a gépet. Kérlek, jó helyre pakold le. Vajon hova kell? Barkácsoló. Jó, és akkor búzát ír ide nekünk. Gondolom, akkor 3 darab búzát kellene így beraknunk, illetve a többit azt deaktiváljuk. Mert hogy így biztos, hogy csak kenyeret fog nekünk készíteni. Á, hogy középre akarja, hogy rakjam a búzát, jó. Akkor azért nem fogadta el. Szép munka. Úgy látszik, akkor muszáj vagyok követni azt, ahogy ő akarja. Szükségünk lesz búzára. Keresd búzát a farmon, a pékség mögött. Gyere vissza, és le tudjuk tesztelni az új gépet. Rakd be a barrelbe a búzákat. És használjuk a kart, és akkor elmeteg el is készítette nekünk a kenyeret. Szép munka. Megjavítottad a kenyérkészítő gépemet. Hát ez nem volt nehéz. Ennyi volt. Tényleg? Meg is kaptam a Statue of Kindness, tehát a kedvességnek a szobrát. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű kis küldetés volt. Ami nyilván nem baj, de akkor ezt is hozzáadjuk ott szépen a kis szoborhoz, és akkor még jobban ki tudjuk bővíteni. Bárcsak ilyen egyszerű lenne egyébként ennek a crafternek a használata. Jó, nem azt mondom, hogy olyan nagyon-nagyon bonyolult lenne, de azért, hogyha az ember komolyabb kraftolási recepteket akar összepakolni, akkor azért ott kell rendesen redstone-ozni. A következő, én a mace-re lennék kíváncsi. Tanulj meg mindent a Wind Charge-ról. Ezt a küldetést pedig ott egészen fönt fogom megtalálni, hogyha jól látom. És Druid Surgeon-tel fogunk akkor most találkozni. Errefele mutatja nekünk a küldit. Remélem ez nem a parkörös lesz, mert akkor bajban vagyok, hogyha nekem itt... De ez az lesz! Ugrálnom kell még a Wind Charge-al. Hű, nem tudjátok akkor, hogy ez micsoda móka és kacogás lesz, valószínűleg ez lesz az a küldetés, ami a legtöbb időbe fog nekem telni. De a videóban a legrövidebb lesz, annyit fogok bínázni. Üdvözletem! Konkrétan egy ilyen katonai kiképzést fogok most kapni a Wind Charge-al.
Aha, erre a régi romra építette, vagy legalábbis arra, ami maradt belőle, és akkor itt kell nekünk egy ilyen kiképzést végig tolnunk. Kövesd az utat, amit tüvegy plenkekkel raktam ki. Nézzük meg, hogy mi van benned. Tehát te ezt nem tudod, 2 darab széllöketem van, egy kis babot kaphatnék még? Vagy most egyelőre nekem elég, hogyha itt keresztül ugrálok. Azt figyeld a Parker Mastert. Jó, kaptam néhány Wind Charge-ot, 34 darabot szám szerint, ami mondjuk 32 lehetett. És ugye ezzel magasabbra tudok ugrani. Fantasztikus. Ne aggódj, hogyha esetleg kifogynál a Wind Charge-okból, adok majd még neked. Köszönöm szépen, milyen aranyos vagy, kis eléke. Honnan látom, hogy nekem hol kell Wind Charge-ot használnom? Valahogy ezt jelöli majd nekem a játék. Nagyon-nagyon remélem, mert hát már most láthatjátok, milyen jó vagyok ebben. Ezekkel a széllöketekkel tudom aktiválni a gombokat. Szerintem akkor ott azt kell eltalálnunk. Ó! Oh! De jó, és akkor leesett nekünk itt a homok, amin keresztül tudunk szépen ugrálni. Hát ez baromi menő. Áj! Hát ez gyakorlós dolog lesz. Úgy érzem. Velem nem szúr ki a játék, csak akkor fogom használni, hogyha nagyon muszáj. Rendesen érzem, hogy én is ugrálok a széken vele. Ez szokott lenni amúgy mindig így. Valószínűleg, hogyha ez VR lenne, akkor tényleg ugrálnék is. Hát mondjuk ide nem lett volna szükséges, de... Én azért használtam. Jó. Ne! Majdnem megvoltam! Pedig egyébként pont kinéztem a napokban egy ilyen parkour pályát, ami nagyon-nagyon megtetszett. De hát ezek után, hogy ilyen egyszerű ugrások sem mennek, nem biztos, hogy azt erőltetni kellene, mert az még hozzá tényleg arról szól, hogy ott azért vannak ám nehezebb ugrások. De ha szeretnétek látni, ahogy szenvedek, akkor azt jelezzétek nekem. Ó, még több target block. Nézzük meg, hogy el tudod őket találni a Wind Charge-al. Ó, hát viccelsz. Hogy ne tudnám? Meg is vannak, szép munka! És akkor most a szép színes blokkokon keresztül kell ugrálgatnom. De az a baj, hogy én most kifogytam a Wind Charge-okból, de... Szerencsére adott nekünk az elejét, tehát hogy azt mondta, hogy ezt muszáj végigcsinálnom, ezt a kis katonai kiképzést. Au, ez fájt. Pedig ha magam alá rakom, akkor elmentek, ugye nem kéne, hogy sebződjek, de... Tehát az ügyesen kéne időzíteni is. Most muszáj lesz kivédenem a fall damage-et. Most azt tanítják meg nekem. De hát amúgy ott csak beleugrok a vízbe, és akkor nem lesz semmi bajom. Tényleg kötelező lett volna vajon nekem itt ezekre ráugrálni? Ha egyből a vízbe esek, akkor se történik semmi. Max elcsalom a pályát. Puff, puff, annyi történik. Ah, itt is vagyok. Szép munka! Gratulálok ahhoz, hogy feljutottál ideig. Most pedig készítsd el a mézt. Na ezért jöttem ide. Ez szerintem a legizgalmasabb item az egész 1.21-ben. Ugye ezt a nehéz magot elég nehéz megszerezni, benne is van a nevébe, ha-ha-ha. Most pedig meg tudod támadni a szörnyeket, illetve el tudod cancelölni a fall damage-et. Ja, tényleg! Hát ugye feltöltöttem egy shorts videót arról, hogy hogyan is működik ez az új fegyver, és akkor odaírja nekem, Vérpisti 9, hogy csaltál, mert nem volt fall damage-ed! Ezzel a fegyverrel, hogyha jól időzítesz, akkor nincs ilyen fall damage-ed. Úgyhogy Andi nem csalt, Andi nem az a fajta videós, aki kamu videókat posztolgat. Tényleg így működik. Akkor ezeken a dummy-kon kellene használnom a mézt. Kell majd még széllöket, uram? Na várj, egy kicsit rendet rakok az inventorimban. Szóval egyes lesz a Wind Charge, kettessel pedig akkor a méz. Na jó, szerintem így is menni fog. Ez olyat kapott, hogy megkódult. Érdekes egyébként, azt hittem, hogy ezek el fognak tűnni, hogy így jelzi nekem a játék, hogy oké, megvagy, de nem. Ez jó nagyot kapott, 57 damage-et, ha minden igaz. Van még itt valahol? Van még itt, hát. 27-et kapott. Lehetne valami összesítő amúgy a végén, hogy mennyit sikerült rájuk sebezni, vagy ilyesmi. Aha, és akkor itt is van még egy ilyen dummy. Na látjátok, most például nem sikerült eltalálnom. Most viszont sikerült eltalálni, és nem volt fall damage. Szóval Andi nem csalt. Ugye sikerült ezt a küldetést is megcsinálnunk, és akkor ezzel is szépen ki tudjuk most már pótolni magunknak azt a kis szobros részt, és akkor 3 küldetést megcsináltunk, de én szeretném most ebben a videóban teljesen végigjátszani ezt a kalandpályát. Nem szeretném ezt így több részben kijátszani, mint ugye a szülinapi pályát, azért az sokkal hosszabb volt. Úgyhogy nézzük akkor a következő küldetést is, ami ez lesz. El kell készítenünk az új blokkot, hogy újból legyen fény a faluban. Ó, akkor ez tuti a házépítős emberke lesz, akiről ugye beszélt. Nézzük, hogy ő merre van. Itt lesz, ha minden igaz, egyből mellettünk. És akkor szépen ki kell világítanunk az egész falut az új világító blokkokkal. Ó, itt kipakolta az összes blokkot, ami megjelent az 1.21-be. Mit gondolsz ezekről a blokkokról, amiken éppen dolgozok?
Copper Barbnak hívják. Tényleg jó lenne, ha tudnál nekem segíteni. Ó, hogy a faluban nagyon-nagyon gyorsan ugye elkezdtek korrodálni ezek a lámpák, és ezért veszélyben van a város esténként, mert ugye a szörnyek oda tudnak spónolni. Jó, akkor készítek új lámpákat, és valószínűleg a meglévő lámpákról majd le kell nekünk szedni a korrodálást. Rézi Zó. Hát nem tudtam, hogy ez lett a magyar neve. Most pedig be kell őket vaxolni, hogy ne oxidálódjanak. Ezt pedig honeycombban lehet megtenni. Honeycombot kapok hozzá. Oké, kaptam, elmetek honeycombot, és akkor ugye ezzel mésejtel meg tudjuk azt oldani, hogy ez be legyen viaszolva, és akkor ugye nem fog változni. Remek, most pedig kérlek, ragd őket le a városban, és akkor szépen kijelöli nekünk a játék, hogy hova is kell ezeket pakolgatni. És milyen szépen világít. Hol látom a következőt? Á, ott is volt egy. Ennyien voltam vaksi amúgy, hogy az elsőt nem vettem észre. Én gyanítom, hogy nincsenek ezek azért annyira eldugva. Oda kell még egy. Aztán meglátjuk, lehet a negyediket fogom a legnehezebben megtalálni. De futunk egy kört akkor a város körül. Oké, és akkor még valahol kell, hogy legyen szerintem egy hely. Visszajövök ide a pónhoz, hát ha esetleg ide kell, de nem az armadilló farmomban erre szükség. Akkor viszont felmegyek még ott balra, hát ha észre fogjuk venni, és amúgy lehet, hogy már 6-szor elmentem mellette, és fogjátok a fejeteket, hogy Andi, hogy lehetsz ennyire vaksi. Mert amúgy általában ez szokott történni. Áh, ott van fönt, oké, így most már látom. Közelebb kellett hozzájönni. Hát ez konkrétan ott van, ahonnan ugye az előző küldetést elkezdtük. Meg is vagyunk mind a négyjel. Szép munka! Most pedig a régieket kellene bevaxolni. Ezek úgy régiek, hogy egyébként meg nincsenek még korrodálva. Beviaszolunk ám itt mindent, bekenjük ezeket a lámpákat, úgy fognak csúszni a viasztól. Még egy gyertyát is lehet belőlük gyújtani. Romantikus fény lesz itt a falusiaknak. Nehogy aztán itt elszaporodjanak a falusiak. Tatuknak a szerelmi életén már segítettem, most úgy látszik akkor a falusiak jönnek. Az biztos, hogy a zombiként nem fogok segíteni, mert ők ugye a fényt nem szeretik annyira. Ezt a problémát is megoldottam. És ezzel meglett ez a küldetés is, nagyon szépen köszönöm a segítséged. És akkor befejeztük ezzel ezt az egész szobrot? Mert hogy ott középen még van egy küldetés. Trial Chamber Exploration. Fedezd fel az új Trial Chamber-t. Új szörnyekkel, új itemekkel és effektekkel. Legyél nagyon óvatos, mert nagyon veszélyesek. Hát akkor azért ezt még megcsináljuk. Szerintem ez lesz egyébként pont az utolsó küldetés. És akkor vissza kell, hogy menjünk. A szobrot elkészítettük, szóval, hogyha megpusztulunk a Trial Chamberben a falunak, már akkor is segítettünk. Itt már jó emberként fognak ránk emlékezni, meg legalább van egy mészünk, meg mindenféle klassz cuccunk, úgyhogy szerintem egyébként érdemes először ezeket megcsinálni, és akkor utána menni a Trial Chamberbe, bár egyébként lehet jó lett volna, hogyha még valami kis armort is kapok. A falusi ott velem jön? Vagy továbbra is ott fog ácsorogni, és... Hát inkább old meg te ezt a problémát, ezt fogja mondani. Olyan jól néznek ki ezek a templomok, nem értem, miért nem ilyenek az alap Minecraftban. Ezek a kihívás kamrák annyira misztikusak. Vajon ki rakta őket ide? Ki rakta és miért rakta őket ide? Az még fontosabb, hogy miért ment oda és miért rakta ide? Nézzük meg, mit tartogat számunkra. Rengeteg időt töltöttem itt a kihívás kamrákba bezárva. Amíg itt voltam, rengeteget tanultam is róluk. Ez egy trial spawner. Ez különböző vívekben fog neked ellenséges mobokat spónoltatni. És amikor ezeket sikerül kitisztítani, akkor kaphatunk trial kulcsot. Hát akkor gyorsan lecsapom ezeket a zombikat, és remélhetőleg kapunk trial kulcsot. Bár amúgy szerintem ezzel le is tudnám őket szépen lökni, nem? Csak beáll elém az elé, és akkor... Konkrétan azt érzékeli, hogy tőle kérek segítséget, de nem kell a segítséged! Azokat akarom ott lelökni. És sült csirkét kaptam! Úgy látszik, nem volt eléggé jó a teljesítményem. Szép munka! Úgy látszik, hogy itt még folytatódik ez a kamra. Mász fel azon a létrán, és szedd föl, amit kaptál. Jéj, sült csirke! Kis KFC, erre vártam, erre vágytam. Trial kulcs, trial kulcs. Á, sült krumpli! Mondom, én itt egy egész ízi gyorsíttermi menüt kapok. Következőben valami cukros kólát fogok szerintem kapni. Legalább jól lakok a nap végére. Kaptam sült krumplit, csirkehúst. Lehet még desszert is lesz a végén, ha elég ügyes vagyok. Á, megvan a kulcs. Akkor nem kóla lesz belőle. Ez a kulcs. Használd egy trial vault-on, hogy megkapd a lootot. Nyisd ki szádat, beledugom kulcsomat. És kaptunk belőle wind charge-ot. Yay! Egy játékos csak egyszer tudja ezeket begyűjteni.
És akkor ezzel tudok a következő chamberbe menni. Na nézzük akkor a következőt, gondolom az már nehezebb lesz. Bár aztán ki tudja. Ha, feloldottunk ott még egy ilyen táblát. Na ez már jobban tetszik, itt már legalább enchantolt cuccok vannak. Egy gyémánt kardot kérek, köszönöm szépen. Élesség 3, ízelt lábúak veszedelme! Ez kell nekem. És a cipőben már csak ez van, ez egy bőrcsizma. Viszont ezeket a sima cuccokat akkor lepakolom. Nem, a vascsizmát megtartom, mert hát ha jobban fog jönni, mint az enchantolt bőrcsizma. Ezek a kihívás kamrák mindig random generáltak, ami azt jelenti, hogy minden egyes ilyen kamrában új dolgokkal találkozhatsz. Igen, megmutatja nekem a blokk, hogy pontosan milyen mobokkal fogok itt találkozni. Ez a kombináció azt mondja, hogy... Na, mivel fogok megküzdeni? Az biztos, hogy csontváz lesz, és szerintem ez az új mob lesz a Bogd. Igen, ez az új mob, Bogdnak hívják, és mérgező nyilakat lő ki. Szóval kaptunk mézet, ugye ezzel le tudjuk magunkról szedni a mérget. Sújtás, az kell nekünk. Ezt megköszönte! Na jó, lehet, hogy kapok azért egy mérgezett nyilat, nem? Nem kapok mérgezett nyilat a popomba? Mondjuk nem, mintha annyira vágynék rá. Ugye ezek lassabban is lőnek, mint a sima skeletonok. Azért az úgy nagyon-nagyon OP lenne, hogyha ugyanolyan gyorsan tudnának lőni. Na mit kapok? Kulcsot. Jó, még több trial spawnert kellene akkor itt most találnunk. Ezekben nincsen semmi, mert ugye ezeket így szét lehet törni alapból a játékban, meg ki lehet bőle szedni cuccokat. Akkor úgy látszik, ezt nem csinálták meg. Nézzük csak. Hát, ha lesz benne valami jó cucc. Ó, gyémántok. Kovács sablon. Kaptunk azért itt szerintem érdekes dolgokat. Bár meg nem mondom, hogy ezen kívül mit kaptunk még. Mert pont kitakarta a had. De akkor itt följebb mászok, aztán megnézzük, hol lehet még megküzdeni szörnyekkel. Jelezhetni amúgy a játék, hogy nekem merre kéne mennem. Ó, lehet, hogy ez az? Egy másik szoba van. Aha. De nem, ide is csak a kulcsomat tudnám berakni. Á, itt vannak még nekem spawnerek, ez pedig ízelt lábúak veszedelme. Ez kell nekem. Lecsapjuk az összes pókot. És remélem kapunk még amúgy kulcsot, mert tök jó lenne valami értékeset kinyitni. Bár nem tudom használni, mert nyilván ez egy kalandpálya, szóval amit itt megszerzek, az nem lesz nekem ott egy survival világban, de azért mégiscsak izgulok, hogy jó cuccokat kapjak. Ne kérdezzétek meg mögötte a logikát. A sebzés nyila, azonnali sebzés 2. Hogy lehet ezt a játékot magyarul játszani? Ott is egy kis sült csirke. Á, ott a kulcs, ott a kulcs, ott a kulcs. Egyébként itt nem is látszik, de látszik, hogy mi pörög benne, csak nem néztük meg eléggé. Aranyalma. Az mondjuk jó loot. Hát itt már akkor megnéztük ezt a trial chambert. Ha, itt is vannak azért szerintem egészen jó cuccok. Egy spawn pontot állítunk, csak éjszaka is a viharok zajában tudsz aludni. A viharok zajában tudsz aludni. Hát én pont a viharok zajában alszom rosszul. De úgy látszik, a Minecraftban másképp működnek a dolgok. Isten, ebben annyi jégeső van meg vihar, ugye a hatalmas nagy kánikula és hőség miatt. Te egyébként ti hogy bírjátok ezt a hőséget? Amikor éppen nincsen hőség, megpróbálok felvenni néhány videót nektek, hogy legalább legyen. Mert egyébként meg 30 fok van körülbelül a szobában, és így a videók végére úgy néznék ki, mint itt leöntöttek egy adag vízzel. Úgyhogy igyekszem egyébként ilyen videókat készíteni, de kérlek értsétek meg, hogy ez a hőség, ez kikészít. De majd akkor alszok a viharok zajában. Merre kéne nekem itt tovább mennem? Aha, ide kell jönnünk, jó. Aha! Szóval ezt így lenne amúgy érdemes használni. Maradj ott! Köszi! Milyen jó kis animációja van. Van sújtásom? Lesújtok rád! Ez az. Ez annyira satisfying, nem? Kaptam még egy kulcsot. Csak már nem tudom magamhoz venni, annyi kacat van nálam. Menjünk a következő chamberbe. Jó. Nézzük, mit tartogat számunkra a következő chamber. Gondolom, az még keményebb lesz. Lehet még egy Omnius Trial is lesz itt a végén? Valószínűleg igen. Tuti meg fogja nekünk mutatni a játék a legkeményebbet. Oké, mostantól rajtam áll. Mindent megtanítottak ezekről a kihívás kamrákról. Sok sikert kívánnak. Baljós palack. Ez a legbaljósabb palack. Azt mondja, találtam egy... Potiont az utolsó kamrában, hogyha ezeket megiszod, akkor bedóman effektet kapsz, és ezzel nehezebb lesz a kihívás. Akkor itt az idő, hogy kipróbáljuk, hogy milyen ez nehezebb módban. Azt a mindenit, milyen ruha van rajta. Igen, sokkal erősebbnek is néznek ki, meg sokkal erősebbek is. Viszont ide lehet a sújtás kéne akkor, mert a zombik ellen biztos, hogy az kell nekünk. Wow! Ez mi volt? Valami hátulról támadt. Ó! Oh!
Na várjál csak! Bevetjük itt az aranyalmát. Mi támadott engem innen? Ó, kaptam ilyen újfajta kulcsot, bajos próbakulcsot. Ez viszont az ízelt lábúak veszedelme, kardom kell! Persze, még mérgező pókok is vannak. Ezekre nem adtak gyémánt gatyát? Megnéztem volna gyémánt gatyában a pókokat. Vajon egy pók hogy hordana nadrágot? Az összes lábán lenne szára? Vagy csak az utolsó kettőn? A hátsó kettő lábán. Megnézném őket gatyában, a gatyás pókot. Jó, néha beteg elképzeléseim vannak, tudom. Komolyan sült húst kapok? Hát ezért nem érte meg itt küzdeni. Na de ebbe bele tudom rakni ezt a jobb kulcsot. Igen, ez jobb útnak tűnik. Kiképző táborban a mészt is így kaptam meg. Hát igen, ugye csak így lehet megszerezni most már a nehéz magot. De a dinnye magot ezt a ládából is ki tudjátok kapni. Pingpongoznak velem. Oda-vissza lövögetnek a skeletonok. Ilyen lehet pingponglabdának lenni. Vagy teniszlabdának. Na, egy spawner megvan, és szerintem, hogyha azt a skelit megöljük, akkor meg lesz a következő is. Ááá! Kenyeret kidobjuk, kulcs jobban érdekel, köszönöm. És akkor ezt itt ki is tudjuk szépen nyitni. Pajzsot ugyan én nem szeretem használni, de azért akkor majd rakom, hogy legyen több hely az inventoringban. Áh, és megkaptuk a nehéz magot. Ugye ebből lehet a mészt elkészíteni, szóval igazából tudnék kraftolni magamnak egy saját buzogányt. Van most már kettő buzogányunk. Erre jártam már? Nem! És letört a bőrcipőm! Ó, ne! Pedig ide kellene amúgy a bőrcipő. Áh! Megfagytam! Hát én itt most szerintem meg fogok purcani, meghaltam. Megölt egy stray. Egyébként erre is el lehet jönni? Várjál csak. Én csak a kijáratért jöttem, köszönöm. Nem, itt muszáj lesz megint nekiállnom harcolni. Ó, hát persze, 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 persze. Létszik-e? Létszik-e, létszik-e? Á, itt a kijárat! Megvan, megvan. Köszönöm. Teljesített. Lehetett volna itt még harcolni, de sok értelmét nem látom, mert ahogy mondom, ez egy kalandpálya, nem egy túlélő játékmód, ahol összetudnék magamnak szedni cuccokat. Jó, most már mestere vagyok a kihívás kameráknak, hát az biztos. Köszönöm, hogy segítettél a falunak, és hogy felülkerekedtél ezen a kihívás kamrán. Most már akkor mindenki biztonságban van, mindenkinek jó. És most akkor készen állok egy új kalandra. Na jó, most kacok, köszönöm szépen az ajánlást, egyébként király kis pálya volt. Nekem itt ez a Trial Chamber-ös rész a végén egy kicsit sok volt, de aki szeret harcolni, az biztos nagyon-nagyon élvezi. Úgyhogy, ha szeretnétek ti is kipróbálni, ingyenesen le tudjátok tölteni ezt a kalandpályát, és írjátok meg, hogy szerintetek milyen újdonságok jönnek majd az 1.22-es update-ben. Ti mit látnátok szívesen? Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Andi voltam, sziasztok!